Sziasztok, Marika vagyok. Alfonya és Málna legvár fog készülni, így együtt, pektinnel. 20 g ez a pektin, 2 kg gyümölcshez elég. Elmondom, hogy mennyi a súlya az alfonya, az alfonyának 750 g, a Málnának pedig 1200 g. Ehhez fogok majd adni 850 g kristálycukrot, és egy nagy citromot veszek elő, és amennyi citromlé kijön belőle, annyit fogok használni, de jó a citromsav is. Na, mert a pektint, ahogy le van írva, én körülbelül úgy készítem, csak nem citromsavat fogok használni, hanem citromot. És a legvégén egy kicsi szalicilt szándékozok belerakni. Az áfonyát, ez csak lebot mixerezem. Ebben olyan apró kis valami kis magok vannak, hogy nem zavaró. Úgyhogy azt nem kell passzírozgatni, de Málnát is lebot mixerezem, és akkor ezt át kell passzírozni, az áfonyát nem kell. Fog történni, amit mondtam. Az áfonya az fagyasztódolt, úgyhogy még engedget fölfele. Csak addig botmixerezzük a Málnát, amíg látjuk, hogy már nincsen egy-két darabnál többen, egészbe, mert a magot is szét tudjuk vinni, azt ne vigyük szét ezzel a botmixerrel. Ide készítettem, 100 g vizet raktam pontosan, és a magokat beleöntöttem mindig, még majd ezt is belefogom, amit marad, és jól meggörincülöm, aztán azt is hozzáborítom, mert ott még azért van anyag. Ez a 100 g víz, az úgyis ilyen széles lábasba fogom főzni, pillanatok alatt el fog párolni. Micsoda hangja van, ugye? Hát amikor néztem, nem tudom, mikor készítettem ezzel 52 éve ezt a Málna áfonya legvár, vagy dzsem, vagy kinek minek hívja, nekem jó az, hogy legvár. Írtátok, hogy milyen drága a Málna, hát akkor most milyen drága lehet meg az áfonya is. Hó. Ezt sem tudom képzelni. De hát akinek van kártya, ugye az biztos, hogy törekedett rá, hogy legyenek gyümölcsei, legalábbis a legtöbb ember olyan, de sokan nem. Soknak van hatalmas kártya, aztán semmit se rak bele, megveszünk a boltba mindent. Pedig rengeteg olyan fa, meg bokor van, amit felvetőzni se kell, mégis megvan. Aztán akkor van a kártya, az az amaz. De hát mindenki ahogy gondolja, ahogy érzi. Csak akkor legalább ne panaszkodnának, hogy nincs pénz. Igaz? Hogy nincs pénzük, nem elég erre, nem elég arra. Hát ezért. Mondjuk a mai árak mellett akar mit csinál az ember. Akkor se elég halni a nyugdíj. A nyugdíj nagyon kevés. Dupláját keresni, hogyha dolgoztam volna, szerintem. De mennyi a nyugdíjam. És ugyanúgy él egy nyugdíjas, mint egy dolgozó, mert minden megy tönkre, mindent venni kell. Ugyanúgy, mint hogyha nem nyugdíjasok lennénk. Tehát nem áshatjuk el magunkat, mert most nyugdíjasok lettünk. Ugyanúgy kell élni az életünket. Sőt, nagyobbak a lehetőségek, lehetne menni csavarogni, aki szeret. Tehát ugye a kevés nyugdíja nem teheti meg. Hogy jönnek ezek a dolgok ide, ugye? Hát ez egy dögunalmas egy munka, ez valahogy másképp kéne megoldani. Szerintem ez nem is lesz jó a fületeknek, majd meglátom, amikor visszanézem, lehet, hogy mindent kivágok. Hogy inkább beszéljek. Kiszedtem a maradékot onnan. Nézzétek meg, föl is itt a vizet. Mert ugye itt még van. Van anyag, nem csak a héj, meg a mag. Kicsit megkevergetem, és akkor ugye visszaöntöm, azt még ezt átpasszírozom.
Na, tudjátok, milyen jó lett, ha még jó, nem dugtam el. Most óvatosan visszaöntsük, mert felaguruljon, mert akkor passzírozhatok még egyszer. Hát egy-két mag, ha belemegy, az nem észesen, de sok nem, mert hó, nagyon, nagyon zavaró. Na, akkor ezt még egyszer átpasszírozzuk. Most már maradékkal nem csinálunk semmit, hanem eldobjuk, és akkor haladunk is tovább. Most telt el fél óra, hanem még ennek 5 perc. Föladtam a küzdelmet. Ezt, hát ezt a vizes módszert nem is nagyon kell alkalmazni, megmondom őszintén, többet lehet, hogy nem is fogom, mert az igaz, hogy ment át sok, de annyira nem számottevő, hogy fél órát elvacakoljak vele. Beasztatjuk, beasztatjuk. Ha félreteszem, aztán akkor volt még szerezem ezt az alkonyát. Hát még ez lehet, hogy egy kicsit hagyott még. Na, én most úgy csinálom, hogy ugye ne kelljen ezt innen leszednem, beleviszem a málnába. Mert inkább a málna veszem, ugye nálunk az terem. Úgyhogy inkább azt nem sajnálom annyira. De akárhogy van, valamennyi minden hogyan beszendőbe megy, valamennyi, nem sok. Most összekeverem a pektint a cukorral, és akkor bele minden az edénybe. És akkor lassan föl fogom főzni. Kis lángon, mert még az üvelyeket nem mostam el, úgyhogy addig elmossuk az üvelyeket, míg kis lángon lesz. Aztán majd, ha már ráérek, akkor ideálok mellé. Ebből nem lesz sok, de hát most ennyi málnám volt, meg kell, vagyis el kell készítenem, mert különben le kellett volna fagyasztani. Ugye a málna, a szeder nagyon gyorsan romlik. Belehúztam ide a málnához ezt az áfonyát. De nem muszáj őre, hanem mehet egyszerre az edénybe. Csak én most így gondoltam ki. Hozzáhúrítam ezt a pektint a cukorhoz. Belegültöttem ebbe a nagy lábosba. Ezt innen elrakjuk, meg lemossuk alatom. Nagyon vigyázzatok, mert az áfonya kegyetlenül fog málna is, de az áfonya az még jobban. Jól összekeverjük, és akkor hozzá a gyümölcsöz, és akkor, ahogy mondtam, felrakom kislángra, elmosom az üvegeket. A gáz főző rakomnak a legnagyobbik lángjára tettem. Jól néz ki. Ez annyira finom ez a legvár, mondjuk én ezelőtt mindig lime-mal készítettem. Hozok ide egy csészét, mert különben megfőzem a fakanalat, ami anyag. De most nincsen lime-om itthon, nem jutott eszembe, pedig voltunk vásárolni, vettem volna. De most nem is láttam. De mindegy, citromom van, egy hatalmas citromot fogok használni. Azért látni, hogy az áfonya az olyan darabos, a héja, tehát a belseje azért szép meg. Na, kis lángom van. Látjátok? Mert ugye még üvegmosás ez az amaz. Egy hatalmas citromnak a levét fogom, hát ez hatalmas, nézzétek meg, hatalmas, ennek a levét fogom kinyomni, és az fog hozzá kerülni forrás után. Mindjárt fölfor. 88 g lett a citromlé. Most már körülbelül 5 perce for,
itt melegszenek az üvegek. Szedtem össze mindenféle aprót, lehet, hogy nem lesz elég. Most hozzáborítom a citromlit. Mert nagyon édes lett, úgyhogy most ez a citromlé egy kicsit majd savanyítja. A habját le lehet szedni, de én nem fogom. Ugye azt azért szeretik le a habot, mert ugye abban a levegő van és romolhat. Én nem szedem le, úgy gondolom, de majd mindjárt kiderül. Eldöntöm. Mert azért elég vastag hab van rajta. Esetleg annyit leszedek, hogy este eszek joghurtot, és akkor ahhoz egy keveset. Kis lángra rakom. Talán egy percig hagyom. Elzártam, szedtem le egy kis habot, de rengeteg habot le lehetne róla szedni, de nem fogom. Na, ennyit leszedtem. Hát még nagyon sok van rajta. Ezt belekevergetem. Most itt hagyom egy picit, egy-két percig, addig az üvegek is átforrósodnak, és adok hozzá legalább egy kávés kanál szalicét, legalább. Mert én nem szeretném, hogyha még a megbontás után a hűtőbe is elromlana. De ha tartósítóval rakjátok el, nem így, akkor nem fog elromlani szerintem, de még az se biztos. Mert a gyümölcsök nagyon hamar romlanak, bizonyos gyümölcsök, nem minden egyé. Mit a finom? Ennyi szalicilt fogok hozzárakni, ez egy kávés kanál poposan. Keverem is bele. Ráraktam az üvegre egy ilyen töltsét, lehet kapni, szinte mindenhol látok. Ahol ilyen konyhai dolgokat lehet venni, meg befőzős üvegeket. Hagyom még alatta a lángot. És akkor közben megkeverem, hogy a habja mindenhol legyen, ne csak egy üvegbe. Óvatosan, kezem túl nem látja. Csúrig. Óvatosan vegyük mindig a másik üveghez, vagy tartsunk itt egy kis tányérat, nekem is itt a szalicines, szalicines, így lehet, és akkor csak hát ide kellene, akkor még egy kéz. Össze a nagyobbak, nagyobb üvegeket fogom. Tehetem ezt forgatni is. Nagyobbik üvegeket fogom belerakni, mert azok az aprók, azok meg se találom a fedőjét. Olyan nehéz volt kiválasztani, mert én egy táskába rakom a fedőket. Az igaz, hogy külön vannak, kicsik, nagyok, minden, de az ilyen aprókat egybe ömlesztem. Ne tudjátok meg, mit keresgettem én azt a rengeteg fedő, vagyis hát az a rengeteg fedő között ennek a 2-3-nak a... Sőt, még raktam is félre. Voltak olyan kis apró üvegeim. Még hát ez nem lesz szám sok pár üveg. Úgyhogy boltban gondolom nagyon drága egy ilyen. Ami igazi, nem az a vacak összetákolmányozott gyümölcs sincs benne, legvár. Mert hát így is drága. Ez én nekem került a pektin pénzbe, meg ugye az áfonya, ami 2000 forint volt akkor 1 kg. Ilyen alacsony üvegbe rakom most. Ebből a három. Hát olyan 2500 forintom van meg ez a rengeteg munka vele.
Ez a pár üveg. Nem tudom, boltban mennyibe kerülne. Tudjátok, úgy veszi, az biztos tudja. Hogy nem vesztek meg ilyen drága dolgot. Hát éreztem ámász csak a joghurtomhoz szoktam egy evőkonára valót sem. Még egy ilyen alacsony üveg van, mert tudom, hogy bele is fél. Nem tudom. Itt vannak a fedők. No, ez nem lett tele, úgyhogy ezt majd nem is viszem el a spájzba. Jól lerázzuk. Jól rászorítjuk, és akkor ide. Kenyérvágóra raktam egy juhát, arra rárakjuk. Kisebbekkel kezdjük. Nő. Melyik lehet a fedője? Hajtok, ez kegyetlen forró ám. Kegyetlen forró. Jó, rászorítjuk, és egyszerre fejrehajtjuk. Ennyi lett. Ugye fejrehajtottam az üveget, és gondolom, hogy azért jó kemény lett, mert aj, késsel alábökünk. Az érét almára fordítjuk. Csak egy kicsit alá kell bökni. Megfeszítettem. Kapott egy kis levegőt. Így néz ki. Jól néz ki. Megkóstolom. Nagyon finom. De van neki egy kis ilyen savanykás íze. De nem tudom miért. Jó, többet nem eszek bele. Akkor mosogatnunk egy halat, de úgy én eszem meg, de akkor sem szoktam nagyon beleenni, hogyha még ha tudom, hogy én eszem meg, akkor sem. Megy a hűtőbe, ezzelre nem is raktam címkét, mert minek, én úgy is tudom, hogy mi van benne. Ez most olyan jó kemény lett ettől a pektintől, meg amúgy is, volt benne ugye éretlen málna is, ami nem volt teljesen túlérett, úgyhogy azért is lett ilyen jó kemény, látjátok, ott megállt, le se ülepedett, le se esett, amikor visszaállítottam. Egy órát állt fején különben, mert kimentem a kárba, azt elfelejtettem, hogy ezt fejreállítottam. Úgyhogy úgy is jó, hogyha tovább állítjátok, de hát azért ne órákat. Na, úgyhogy el is búcsúzok tőletek, ha gondoljátok, készítsétek el, vagy így, vagy tartósító nélkül, ugye ebben most van pektin is, meg szalicil is, kevesebb szalicil is jó, mivel fejre van állítva, szalicil nélkül is jó lenne, úgyhogy ahogy gondoljátok. Ha akarjátok, készítsétek el így. Egy kicsit olyan savanykás az íze, hiába én először édesnek éreztem, de most mégis olyan savanykás érzek. De finom, a málna alfonya legbár nekem a legfinomabb. Meg a, még tudjátok mi az eper áfonya. Eper áfonya, az is nagyon-nagyon finom. Arról is azt hiszem van videó. El is búcsúzok tőletek, ha gondoljátok, készítsétek, ha van rá lehetőségetek. Az igaz, hogy nem olcsó, de már én is úgy vettem meg az áfonyát, de ha málnám, az ugye itt a kertben terem nekem, de az sincs ingyen, higgyétek el, mert mindent öntözni kell, permetezni kell, különben semmi nincsen. Úgyhogy ilyen világot élünk. Írjatok kommentet, hogyha van mit hozzáfűzni valótok ehhez a videóhoz. Legyen szép napotok! Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is. Sziasztok!